a pünkösd, az egyház születésnapja is. És amikor ezt meghallja a világ, akkor te azt mondja, hát mire is született meg az egyház? Hiszen csak annyi gondot okozott 2000 éves történelme alatt, annyi botrány van benne a legmagasabb tisztségviselőitől, a kisfalú keresztény emberéig át. Mire is van tehát az egyház? Sokan csak egy civil szervezetet látnak benne. Sokan az egyházban csak egy ilyen kulturális társulatot, vagy esetleg énektársulatot, vagy egy hobbikört látnak benne. Ma, amikor a Szentlélek kiáradását ünnepeljük, az egyházra is különleges fény árad. Éppen a mai szentírási szakaszok, testvérek, az egyháznak, vagyis a mi közösségünknek a lényegére tapintanak rá. Az Úr Jézusnak a most hallott szavai a sátoros ünnep utolsó nagy napján szólaltak meg. És tudnunk kell, hogy Szent János evangélista miért éppen a sátoros ünnepre helyezi az Úrnak a Szentlélekről való szavait. Bár ezeket a szavakat akkor még az apostolok nem értették meg. A sátoros ünnep már, ahogyan már a szó is elmondja, sátrakat jelképez. Sátrakat, amely egy olyan ünnepre vezethető vissza, hogy a zsidó nép az aratást befejezi, a zsidó nép a mezőről, ahol sátrakban lakott, ismét hazajön. És bár ez az ünnep régebbi rétege, egyre inkább főképp a babiloni fogság után egy üdvtörténeti réteget is kapott az ünnep. És a babiloni fogság után már a sátoros ünnep alkalmával nem csak az aratás, a betakarítás ünnepét ülték meg, hanem azt is, hogy ezek a sátrak, ez a 40 évig tartó sivatagi a sivatagi pusztán való vándorlást is jelentette. És testvérek, itt érkezünk el a mai ünnep egyik lényegi gondolatához. Mert az a sátor, amiről ma Jézus beszél, ez a sátor, amikor azt mondja, hogy jöjjön hozzám, ez a sátor elsősorban maga Jézus. Maga Jézus, aki együtt halad a népével. Maga Jézus az a templom, amelynek jobb oldalán víz fakad. Maga Jézus válik azzá a sátorrá, azzá a templommá, azzá a házzá, amelynek átszúrt oldalából vér és víz folyt ki. Vajon ezt a nagy titkot, hogy Jézus az Úrnak az átvert szíve már ezt a sátrat, a templomot, Jézus testét jelenti, milyen szépen érhette át ennek a gyönyörű Morpácsi templom kapujának a megálmodója. Hogyha ilyen díszes már a templomba menetelő kapu, akkor mennyire fontos az Úrnak ez a kapuja. Az Úr tehát az a test, az Úr Jézusnak a teste, az a templom, ahonnan az élő vizek forrásai fakadnak. Ma az első olvasmányban egy másik sátorról, egy másik templomról is hallottunk. A bábeli toronyról. Az emberek, ahogyan olvastuk, téglákat égettek ki, és kötőanyagból pedig szurkot használtak. De legyen az bármilyen emberi tevékenység, emberi mű, nem tudjuk mi az Isten testvérek megfogni. Az Isten nem olyan, mint az energia, hogy megfogod és megráz. Az Isten egyre az Isten mindenek fölött áll. Ember nem érheti elő, csak is, hogyha az Isten leszáll. És itt értjük meg, testvérek, hogy mi az egyház.
Krisztus misztikus teste, ahogy ezt mindannyian jól tudjuk, az új szent temploma, az egyház, ez az új bábeli torony. Az a bábeli torony, amelynek a téglái mi mindannyian megkeresztelt emberek vagyunk. Az az egyedüli bábeli torony, amely azért képes elérni az Isten, az ember igazi vágyát. Mert a fő, ha úgy tetszik a toronydísz, és az alapkő, a szegletkő, az maga Krisztus. És hol van itt a lélek? Hát ahogyan a bábeliek szurkot használtak kötőanyagul, úgy a sok-sok téglár, a sok-sok megkeresztelt ember a Szentlélek köti össze. A Szentlélek tartja egybe, köti össze, ő a szuró, ő a kötőanyag, amely a sok-sok téglár egybe tartja, elsősorban a fővel, Krisztussal, de ugyanakkor egymással is. És a Szentlélek is, a kötőanyag biztosítja, hogy az egyházban mindig az Istent érjük el. A Szentlélek biztosítja, hogy az egyház szentségei, az egyház idehirdetése, tanítása, szentségeiben mindig az Isten van jelen. Már nem kell az embernek küszködnie, itt az Isten száll alá, hogy bennünket, embereket a lélekben, az egyház útján magához emelje. Krisztussal vagyunk egy kapcsolatban. A Szentlélek, mint kötőanyag, vele kapcsol össze, de ugyanakkor testvérek nem csak Krisztussal, de a lélek összekapcsol bennünket is, embereket egymással. A Szentlélek habarcsában ismerek rá a testvéremre, ismerek rá, hogy a keresztény ember nekem mélyebben rokonom, mint a vér szerinti testvérem. Hogy itt valami több, valaki, a habarcs, a nagybetűs kötőanyag, a lélek köt és tart egyben minket. Olyan ez, mint az embernek a bőre. Az embernek a bőre, és mennyi minden tart egyben. És mégis nem is érzékeljük sokszor, csak amikor leél. Olyan, mint az embernek a bőre, az egyház. Hogy amikor injekciót szúrnak, akkor nem csak ott fáj, de akkor az egész ember fáj. És amikor megsimogatnak, akkor nem csak ott jó, hanem az egész embernek jó. Hát ez az egyház titka. Krisztus az új templom, és mindazok, akik Krisztusban hisznek, akik benne, akik hozzámennek, benne maradnak, Krisztusban épülnek fel bábeli toronnyán, amely az Istené ér. És utolsó gondolatként itt még meg kell jegyeznünk, testvérek, hogy minden egyes szentáldozás ezt a kötőanyagot, ezt a habarcsot erősíti bennünk. Erősebb, szilárdabb lesz a kötőanyag Krisztus és én közöttem. Szilárdabb lesz. És még valami, hogy ebben a bábeli toronyban, az egyházban, amely Krisztus akarata szerint valóban összeköti az eget és a földet, micsoda isteni ezt testvérek, hogy nem a kötőanyagot nézzük. A kötőanyag az mindig háttérben marad, és mégis a legfontosabb. A lélek, a Szentlélek, akinek ma az eljövetelét ünnepeljük, a tapintatott szeretet lelke, és megértjük, hogy nincsen más módja az egyházban való fennmaradásnak és a behívásnak. Csak ez a kötőanyag, csak a szeretet. Semmi más nem tartja össze az egyházunkat és egymást, egyedül a Szentlélek, az Úr szeretete. Ahogyan említettem, a sátoros ünnepen, tehát a sátrakat, az eljövendő sátra, az eljövendő otthont ünnepelték. De ugyanakkor ünnepelték a termény betakarítását is. Ünnepelték, és hálát adtak, hogy az Isten ebben az évben is megáldotta a népnek a kezemunkáját.
És ugyanakkor a Babilon fogság után ebből a természeti ünnepből már egy messiási ünnep lesz, hogy az igazi termés betakarításra vár az egész nép. Mert hát ahogyan a Szentleckéből olvastuk, ez az egész teremtés, és mi mindannyian alá vagyunk vetve a mulandóság szolgai állapotának. El tudjuk képzelni, hogy a sátoros ünnepek elmúltával milyen kiábrándító lehetett, hogy hát akkor megint vissza kell menni dolgozni. A munka, a robot, a szolgaság évről évre, a sátoros ünnepek elmúltával a mulandóságunkra, emberi törékenységünkre, hogy a bűn általi szolgaságunkra figyelmeztet. De ugyanakkor arra is, hogy van egy jobb, hogy kell lennie egy édesebb, egy jobb, egy olyan termésnek, ami soha nem égül el, soha nem lopik meg. Az a sátor, ahonnan az élő vizek forrásai fakadnak, ez a sátor maga az Úr Jézus. És az a víz, amely abból fakad, ha eléri az ember, ha elér bennünket, a mi szívünkben is, testvérek, az életvize képes valóban maradandó gyümölcsöket hozni. Hát az Énekő Egyházban maradt a felsorolási, soha nem voltam jó így a felsorolásban, de mik is a lélek ajándékai? Hát ha Rita nekem besegít, az öröm, a szerénység, a jóság, a szeretet, a mértékletesség, a tisztaság, és még sorolhatnám, mert van belőle 12. Hát ezek az igazi gyümölcsök. Mindig, amikor Jézusban vagyunk, az az élet válik gyümölcsözővé, mert az életvize, amely az Úr hátsó oldalából fakad, ami legnemesebb vágyainkat permetezi meg. Az egyház olyan embereknek a közössége, akik Jézusban vannak, akik Jézus hátsó oldalából származó élő vízzel permetezik az életüket, hogy élő vizek hogy maradandó gyümölcs származon belőle. Egy egyszerű példa, mindannyian emlékezünk testvérek arra, amikor Nagybőjt első vasárnapján az a felvidéki fiatalember volt. Az ő élete tele volt valóban a mulandóság szolgai állapotával. De amikor megismerte Krisztust, az Úrral való kapcsolata az élő víz hatására meghozta a maradandó gyümölcsöt. Láthattuk az erősségét, a szilárdságát a hitben, az örömet, a bizalmat, a szerénységet. Az a kemény fiatalember, akitől valami sok ember fél, most hirtelen Krisztust megismerve az élő vizek vermetével a szerénység, a jóság, az öröm, a szeretet gyümölcsét hozta meg. Hát ezek a maradandó gyümölcsök. Az egyház tagjai elsősorban olyan gyümölcsöket hoznak, amelyek Krisztusban vannak. És csak utána van, illetve csak ebben van minden karitatív cselekedet. Mit ér az a karitatív cselekedet, amelyet nem Jézusban hoztam meg, és amelyet nem az élő víz, a lélek öntözött permetezett meg. Ha úgy tetszik, éppen minden szentáldozással a bennem lévő jót permetezi az élő vízzel az eukarisztikus Jézus. És a harmadik, amit még talán ki tudunk olvasni testvérek a mai evangéliumból, hogy Szent Jánosnak neki is később esett le a tandusz. A mai evangélium szavai úgy zárultak, hogy amit az Úr Jézus mondott, azt a lélekről mondta, de akkor, amikor ezt mondta a sátoros ünnepen, azt még János sem tudta, mert Jézus még nem dicsőült meg, és a lélek még nem jött el. Jánosnak csak pünkösd napján, ha
úgy tetszik, János Atán korában, a Golgota alatt esik le a tantusz, és megérti a dolgokat. A csátoros ünnepen, a későbbi zsidóság a Tóra befejezését ünnepelte. Azt, hogy a csátoros ünnepen fejezik be a Tórának az egyéves olvasását, és kezdődik újra az újra olvasása a Tórának. Ahogyan Jánosnak éppen a lélek hatására esett le a tantusz, úgy nekünk is újra és újra éppen a Szentlélek biztosítja az újra olvasás lehetőségét. János apostol már, amikor megértette, hogy mindez hogyan és miért történik, pont ez a Szentlélek általi felismerése, a ragaszkodás váltotta ki. És úgy, mint a marter, úgy, mint a kötőanyag, mely láthatatlan az egyház épületében, úgy, mint az az élő víz, amely azért élő, mert a szeretet van benne, vagyis folyamatosan az én javamat akarja, folyamatosan engem akar, folyamatosan belőlem akarja kisalasztani a jó gyümölcsöket, ugyanígy a lélek, a ragaszkodás szüli meg bennem. Olyan János apostol ezek után még jobban ragaszkodott, úgy a lélek azt eredményezi bennünk is, hogy még jobban ragaszkodjunk a Főhöz. Most, amikor már az új plébániát építgetjük, már olyan kis apróságokat beszereztem, mint az ilyen kis fogantyúkat, amiket fel kell ragasztani a bútorra és így tovább. Mit látunk? Csak a fogantyúk. De mi a lényeg, hogy ragad? A lélek ugyanígy, teljesen láthatatlan, de a ragadás, a Krisztushoz való hozzátapadás mégis ő ajándékozza. Kedves testvérek, igazán nagy öröm ez a mai ünnep, és örülök annak is, hogy ilyen kis apostoli társaságban vagyunk itt, és hogy együtt várhattuk és várhatjuk a lelket. Mert hát mind a kötőanyaghoz, a marterhez, mind az élő vízhez, a növekedéshez, és mind a ragadás megmaradásához is várás, idő kell. Mi, akik itt vagyunk, átérhetjük, hogy a várakozásunk éppen a Szentlélekben válik teljessé. Adja Isten, hogy olyan egyház legyünk, amely a Szentlélek kötőanyagával mindig Krisztushoz, az Istenhez kapcsolódik. Olyan egyház legyünk, amely az élő víz permetével meghozza a Szentlélek gyümölcsét, és olyan egyház legyünk, amely egyre inkább előre halad a Krisztushoz való kötődésben. Jöjj Szentlélek Isten, töltsd el íveid szívét, és szeretetet tüzét gyullaszt föl bennünk. Amen. Isten vezessen.